Üdvözlet itt a Fókusz csoport! Sokadik visszatérő adás a Twitch-en, de ez az első, amiből rész is lesz. A többi az... be kellett melegítenem, már rég voltam itt. Szóval, van egy Telex videó, amiben Lázár János meginterjúztatják. Biztos annak is örültem volna, hogyha Partizánba megy, mert a Partizán mostában jó interjúkat csinál, bár hogyha nem interjúkat csinál, akkor lenne kritikám pár egyéb Partizán videóval, mint például ez a vírusossal volt. Néha kicsit túlságosan részrehajló, de amúgy alapból én szeretem és támogatom a Partizánt. Egy tanulságos videó lesz, vagy nem. Na szóval, nézzük meg Lázár Jánost, mit mond. Amire megpróbálok fölállni, mert nem biztos, hogy ma reggel sikerül. Ugye ez Hódmező, ez egy... nekem a nagyszüleim ott laknak, sokat vagyok Hódmezőn. Szóval Hódmezővásárhely az ilyen nagyon fontos város lett ilyen szempontból. Ott van a Márki-Zay, ott volt a Lázár. Kiemelt jelentőségű város lett valahogy így a elmúlt években a választások szempontjából. Pedig ott van mellette Szeged, ami sokkal nagyobb, de mégis ez a Hódmezőn egy igazi csatatér ott, úgyhogy érdekes, hogy ez. A Telex megalakulása óta keresünk kormánypárti politikusokat interjú kéréseinkkel, de aztán néhány hete kaptunk egy meghívást, hogy menjünk el Lázár választókerületébe, és nézzük meg, mit csinál valójában. Én aztán ne beszéljek, mert én vagyok az, akire mindig azt mondják, hogy megalszik a számban a tej. Azért a Telexben biztos van, aki egyen jobb narrátor lenne. Ennyi. Nem gond, meg lehet nézni a videót, de lehetne egyel izgibb a narráció. Ügynökségnél dolgoztam, akkor először, amiket narrációkat felvettünk, csak ilyen mankónak, így lejött bárki a cégtől, felvette a narrációt, hogy majd utána a profi narrátor felveszi, vagy valaki, aki sokkal jobb ebben, csak hogy tudjuk, hogy mire vágjuk. És akkor olyan, mintha ez nem lett volna kicserélve. Réne, ami Lázár másik nagy mintaprojektje. És mondtam olyan dolgokat, amit nem kellett volna úgy, vagy nem úgy kellett volna mondani. Jó hírem van. Mától van Digi. Mától van Digi? Ha! De mi a fasz csinálunk ezzel a szarral? Nem tudom, nem lehet valami olyat, hogy lemondani ezt arra hivatkozva, hogy használhatatlan fos? Ködbérébi. 2018-ban kivonult a kormányzásból, azóta viszont Lázár újabb és újabb kormányzati megbízásokat kap. Ő lett például a mezőhegyesi ménes birtokért felelős kormánybiztos. A birtok összterülete közel 10 000 hektár. Ha engem száműzének, akkor valahonnan én is ilyet akarnék, hogy a egyik legnagyobb állami beruházásba száműzzenek. Nem lehet olyan rossz, nem? Neki. Nekünk már az már más dolog. Igen, az újjáépítésre és a fejlesztésre pedig 44 milliárd forintot költenek az adófizetők. Igen, nekem már ezzel gondom van, szóval nem gondolom, hogy az államnak ez a feladata, hogy visszavásolja a földeket, és aztán ott termeljen. Szerintem, nem tudom, ott lévő cégeket kéne támogatnia, vagy vállalkozásokat. Ki tudja, hogy mennyire kifizetődő ez, mert ömlik bele a pénz. De mivel nincs szabad piac, nem is fogjuk megtudni, hogy mennyire kifizetődő ez a dolog. De még az is, hogy az, mondjuk ha valaki azzal foglalkozik a környéken, az nem fair előny, hogy ide jött az állam, belöntött 44 milliárdot, és akkor hát bazdmeg, így könnyű. És mindez Lázár János kezében összpontosul. Hát jó lett volna, én kaptam volna, de nem én kaptam, hanem a cég, igen. Tehát 44 milliárdot kapott a cég, de ez innentől kezdve a saját magam dicsérete lenne, és ezt semmiféleképpen nem használnám erre a Telex olvasóit. Na menjünk! Nagyon magabiztos a srác. Nyár végén valamikor megkérdeztem a miniszternek, hogy mit csinálok tulajdonképpen. Mondtam, hogy épp akkor jöttem az Angliából, és remekül érzem magam. Ideje volna valamit dolgozzam, és hát nekem az ambícióm, hogy fölépítsek egy mintagazdaságot, ami minden magyar gazda számára hatékonyság, produktivitás és fönntarthatóság szempontjából kiváló minta lehet most is a jövőre nézve. Tehát csak akkor van Na jó, ezzel már problémám van, hogy fölépítek egy gazdaságot, ami kiváló minta lehet. Fölépítek állami támogatásból. Tök jó, hogy van egy mintád egy vállalkozásra, amire kapsz 44 milliárdot, de az nem egy életképes dolog, mert nekem, aki ugyanezt a vállalkozást fel akarja építeni, nekem ott lett mintának, de én nem kapok az államtól milliárdokat. Könnyű nem piaci alapon kibaszott sok pénzből valami mintát fölépíteni. Nem reális egy átlagos piaci szereplőnek. És mikor ezt a nagy elméletet előadta a miniszterelnöknek reggeli kávézás, hogy milyen fantasztikus gondolataim támadtak, akkor azt mondta, nagyon szép, akkor csinálja meg. Nézd, hogy örül magának. És ezzel van a legprobléma. Ezt nem is értem, hogy Telex miért nem kérdezett rá. Ez a mondat nagyon sokat elárul. Az, hogy bemegy a Lázár, előadja itt az ötletét, és a miniszterelnök azt mondja, hogy csináld meg.
hogyha a királyság lenne, azt mondom, hogy ez rendben, királyok így osztogatják, de csak nekem furcsa az, hogy elméletileg demokrácia van, és az adófizetők pénzén bemegy a Lázár, aki régi haverom, és akkor van egy ötleted? Jó, ez tök jó ötlet, csináld meg, itt van 44 milliárd forint. Nem így kéne működni egy államnak, nem, hanem jó, ezt az ötletet akkor megvizsgáljuk, mennyi a létjogosultsága, és megkeressük rá majd a legalkalmasabb embert, megnézzük, hogy visszahozza az államnak ezt, vagy milyen gazdasági hatásai vannak. Nem. Azt mondta, hogy ja, jó ötlet, csináld meg. Mint hogyha kicsit nekem olyan a feelingem, hogyha ilyet mond egy miniszterelnök, hogy ő úgy gondolja, hogy az állami kincstár az az ő saját kincstár, amit így, ha valakivel jóban van, annak így megtámogatja hát a vállalkozását, csak valami jól hangzó dolog kell, hogy fajta védelem, vagy tudom is én. Szóval nem biztos, hogy egy versenyképes, szabad piacra épülő országban ez elmenne, de úgy látszik, hogy itthon igen. De mondjuk ez egy nagy kaland volt, mert ennek a megterülését és jogosultságát sokan vitatták. Mi azonban egy olyan rendszert akartunk itt létrehozni, hogy ennek az egésznek az ökoszisztémája bemutatható legyen, onnan... Kik vitatták? Vajon ez ellenzéki, vagy a kormányon belül is valaki azt mondta, hogy bazzeg, csak úgy oda, Lázárnak annyit. Az jó lenne, hogyha a kormányon belül vitatták volna, mert az azt jelenti, hogy még megfér egy kis kritika. Én is vitatom amúgy, de nem tudom, nem láttam a gazdasági tervüket, és nem is én vagyok az, aki majd megmondja, de hát igen, ha 44 milliárdot kezd valami, akkor igen, nagyon hatásosnak kell lenni, hogy ez megtérüljön. És hogyha nem térül meg, akkor mi lesz? Gondolom semmi. Végre kaptam egy olyan munkát, amivel meg tudom mutatni, hogy egyik pontból a másikba hogyan lehet eljutni. És miután 27 évesen Tudod, miben mutatnád meg igazán, hogy lehet A-ból B-be bejutni, ha elkezdeni egy céget nulláról, de úgy én is lehet, hogy meg tudnám mutatni, hogy lehet A-ból B-be bejutni, hogy kapok egy munkát, 44 milliárd forintot, és aztán jutsa el B-be. Lehet, hogy hamarabb bejutnék én is oda. A gyakorlati gazdasági tapasztalat, egy nagyvállalatot vezetni, vagy egy nagyvállalat tulajdonos jövőjét gyakorolni, azt én egy nagyon fontos képességnek gondolom. Tehát... Akkor ez lenne jó, hogyha mondjuk úgy látna valaki politikus, hogy azért pár évet eltöltött a versenyszférába, de úgy, hogy ez gyakorlatilag ez a 44 milliárd, akkor azért van, hogy a Orbán odaadta neki, hogy tessék, ezen a 44 milliárdon tanuljál meg céget vezetni. Alapból hogy tanulsz meg céget vezetni, úgyhogy eszetlen pénzmennyiséget adnak neki. De másfelől meg tényleg úgy érzem, mintha ezt a céget azért kapta a Lázár, hogy megtanuljon céget vezetni. Több szinten kellemetlen. Nem száműzve érzem magam, hanem azt gondolom, hogy ezzel sokat erősödöm meg. Akkor miért nem olyat neveztek ki, akinek már 10-20-30 év tapasztalata van egy versenyszférában, valószínűleg még jobb lenne. Miért a Lázárnak most kell megtanulni ezt a dolgot? 44 milliárdból lehet, hogy azért egy egész jó cégvezetőt el lehetett volna csábítani oda, aki ott rendet teremt. Használható piacképes tudásra teszek szert. Ne most tegyél szert! Tegyél szert a versenyszférába, és aztán használd fel az állami szférába. Nem az állami szférába teszek szert a tudásra. Nem gondolom, hogy a személyem indukálná önmagában ezeket a fejlesztéseket. Megvalósításra vállalkozik, akkor a kormány támogatást biztosít mindenkinek. Bárkinek? Szerintem igen. Aki képes megvalósítani ezeket a programokat. Lázár, ezt te se hiszed, hogy bárkinek. Lázár. Öreg Lázár János. Érted, a Bige Lászlót nem fogadta az Orbán, akkor engem miért fogadna? De hogyha azt mondja, hogy bárkinek, akkor én is foglalok Orbánhoz egy időpontot, és elmondom neki a bizniszem. De valahogy úgy sejtem, hogy nem biztos, hogy kiutalna nekem is 44 milliárdot, pedig annyi tapasztalatom van a versenyszférában, mint a Lázár Jánosnak. Egyes kutatások szerint 800 000 darab falu belátható időn belül kiürül, de 600-at minimum mondanak. Figyelj, azt alá tudom írni, és ez tök jó, hogy ország keleti részén, főleg az észak-keleti részén, bár nem tudom ez pontosan hol van, tényleg minni kell oda munkát. Nem túl jó körülmények közt élnek ott emberek, nincs munka. Én azt mondom, hogyha oda vinne cégeket az állam, azt jobban megérteném. Ez a céljuk, ilyen indítatás jó lehet, bár lehet, hogy inkább még úgyis egy... akár egy külföldi multit hamarabb támogatnék, hogy a gyárakat csináljon, mert azt tudom, hogy utána piaci alapon megy tovább, és olyan embereket nevez ki, akik nem az állampénzén működik utána, szóval valahogy így mondanám. Vagy meglévő cégeket próbálnék ott egy kicsit. Tehát én azt a sopánkodást és nyávogást, hogy ha a kormány nem ad pénzt, nem tudunk fejlődni, ezt én nem tudom elfogadni.
Most kaptál 44 milliárdot egy saját kis Petri csésze projektre. Azt írja valaki, hogy mielőtt ezt megcsinálták, azelőtt akik ugyanezzel foglalkoztak a környéken, azokat szépen lassan leépítették. Támogatásokat vettek el. Hát ez nagy meglepetés. Igen, szokott így működni. Az állam, hogy mielőtt csinál egy céget, a konkurenciát kicsit leépíti, hogy olcsóbban megvehesse. Nem biztos, hogy jót tesz a szabad piacnak, és meg bárkinek így hosszú távon. A következő 10 évre meg kell tudni mondani, hogy akkor vidéken mitől lesz jó élni, mitől lesz a vidéki nagyvároson kívüli élet jobb. Érdekes, hogy most, hogy elvesztették Budapestet, hirtelen áttevődött a retorika arra, hogy a vidék a fontos. Mint hogyha lenne összefüggés. Nem az, hogy megnéztük, és gazdaságilag ez lenne a legjobb. Igen, tényleg ezzel indokoljuk, mert már 10 éve is indokolt lett volna vidéket fejleszteni. Vidéken valószínűleg több esélyünk van szavazatokat nyerni. Lezer János másik nagy helyi projektje a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrain. De ez tök jó. Ezt Szeged-Hódmezőt azt össze kell kötni rendesen. Én ezt támogatom, mert ennek több értelme van, mint a felcsúti kisvasútnak, az biztos. A projekt költsége 80 milliárd forint, ami... Ez mondjuk azt nem tudom, hogy ennyit ére. Fele EU-s pénz. Nekem kell a cehet állni. Friday elszólás. Ding. Muszáj, hogy elvigyenek. Én fizetem. Igen, szerencsés volt, hogy megvárnél. Magyar, illetve a adófizetők, így van, de én használom a pénzük. Most a megközelítési idő az 55 perc. Ezt levisszük 30-35 percre. Már ez is egy csomó időnyerés, de nyilván a városon belül lehet, hogy több helyen megáll, de a két város között azért olyat építenék 80 milliárdból, ami úgy hasít, mint az állat. Mint például Japánban 30 éve a vonatok. Hát ugye 5-10 ezer ember mozgását fogjuk ezzel érdemben segíteni. 50-nel mehet. 5-10 ezer ember mozgása. Na jó, várjál. Mit mondtak, 80 milliárd ez a beruházás? 10 ezer embernek a segíti. Akkor azt mondja, hogy az emberenként, tadám, 8 millió forint. Minden ember 8 millió forinttal. Emberenként 8 millió forint, ez kicsit sokallom, szóval... De az, hogy emberenként 8 millió forint, ez kellemetlenül soknak hangzik. Azt mondják, hogy 10 ezer embernek rövidítjük le 20 perccel a menetidejét, ez fejenként 8 millió, azt mondom, hogy na várjál? Lehet, hogy valahogy jobban is lehetne, szóval... Két város között pedig 100-zal fog közlekedni. Két város között akár 300-zal is hasítnatna egy ilyen cucc, nem? Ez azt mondanám, 2021-ben akkor lenne értelme, de így. Ez 2021-ben ez a legmodernebb cucc. Ezt nem hiszem el. Vitatták először a megtérülését, amikor azt bebizonyítottuk, akkor vitatta az Európai Bizottság a megtérülést. Volt egy időpillanat, amikor a végső döntést nekem kellett meghozni miniszterként a projektről, ami nem volt eredetileg kalkulálva, de az én tárcámhoz tartozott magának a jóváhagyása. Micsoda véletlen. És hát jóváhagytam. Milyen összeférhetetlenség? Itt Magyarországon nincs ilyen. Olyan, mint amikor korrupció gyanú van, és kivizsgálom magamat. Hát... Én tárcámnak kell dönteni arról, hogy megkapjam-e én a pénzt. Hát jóvá hagytuk. Na hát 80 milliárd apró pénz. Mindenhol a világban kell kapcsolat. Ezt nem tudja megspórolni. A network az egy nagyon fontos dolog. Az az üzlet része. Az üzletnek része. De ez most itt állami dolgok vannak. De amúgy igen. Sajnos a kapcsolat mindenhez kell, ez így van. Ezzel nem nagyon lehet tenni, de... Nem biztos, hogy egy 80 milliárdos beruházásnál is ez kéne, hogy legyen a fő szempont. 80, meg mellett ott van az a 44 milliárd is. A teljesítményhez és az eredményhez nem olyan út vezet, ami ki van párnázva. Jobb lenne olyan ember szájából hallani, aki nem kapott éppen 44 milliárd forintot egy kis házi projektjére. És sokszor azért segít, hogyha az állam... belerak ki az összes pénzt, és nem nekem kell vállalni a kockázatot, de na, jó, na. Kinek nem adott 44 milliárdot az állam? Ez egy nehéz dolog. Mindjárt elsírom magam, szegény Lázár. Szám kivetett. 80 milliárd, 44 milliárd. Hol van ő Mészárostól? Jól megmutatta neki a Fidesz, jól megmutatta. Most csak 100 milliárdot kapsz. Majd máskor elgondolkozol magadon. A magyar politikának tudja az a legnagyobb baja, hogy nincs benne humor. A magyar politika az... Hát szerintem elég sok röhelyes dolog van. Ez a legnagyobb baja a magyar politikának, nincs benne humor. Én is erre gondolok, amikor a magyar politikára gondolok, hogy bárcsak több humor lenne benne. Nem fogom megválaszolni azt a kérdést, hogy kivel találkoztam.
még ma is államtitok, és nem fogom megválaszolni azt a kérdést, hogy miért pont ott. Nyilván azért, mert ott laktam, vagy azért, mert a partner oda kérte a találkozót. Nem egy útszéli kocsmában. Nem, hát nem szórakozni mentem, ne vicceljen már. A politika, semmi közöttök hozzá. Ja, igaz, hogy a ti választotok, meg a ti pénzetekből csináljuk ezeket, de ne akarjátok megtudni, hogy mit csináljunk a pénzetekből. Megválasztottatok, onnantól kussoltok 4 évig, és semmi közöttök az egészhez. Kori munkatársai, és hát... Fújjaj, mindjárt megüti. Nem az Origo volt a célpont. Csak. Teljesen természetes dolog, hogy a nemzeti oldal is gondolkodik abban, hogy olyan platformokat is szeretne, amin a saját gondolatait megjeleníti. És ez muszáj állami pénzből kiépülni, organikusan nem is lehet. A szabad versenyt hogy befolyásolja, hogy ennyi pénzt kap, hogy mégis hogy térülhet meg egy ekkora beruházás 80 milliárdnél, és stb. Szóval itt föl lehetne rakni neki egy csomó kérdést, amit hiányolok, hogy a Telex kicsit jobban belekérdezhetett volna szerintem ezekbe a dolgokba. Mészáros Lőrinc semmiből jött meg gazdagodásáról. Ezt én nem tudom megítélni, hogy kinek mennyi pénze van, nem is érdekel. Jaj, a szokásos válasz ilyenkor. Én nem ismerem, nem tudom, semmi közöm hozzá. Kell, témává teszik. Támadási felület. Tehát az ne lenne téma, hogy... Az a baj, hogy meggazdagodott Mészáros, hanem az, hogy ezzel lehet támadni a Fideszt. Hogy a miniszterelnök barátja az ország egyik, hanem a leggazdagabb embere lesz pár év alatt. Ájjjjj, mit válaszoljak úgy, hogy nehogy aztán szóljanak föntről, hogy ezt így nem kéne. Igen, de amikor az angol miniszterelnöknek az ország leggazdagabb emberei a... Ah, Isten, ez a kedvencem. Rögtön mutogatunk máshol. Barátai, az nem probléma, gondolom. Itt nem. Hát kit érdekel, de probléma, de az az angolok dolga. Az előbb olvastam a Telexen egy interjút Bige Lászlóval, ő is a meggyőződése szerinti politikai erőket támogatja. Az más, hogy a Bige László támogat egy pártot, meg más, hogy egy párt támogat egy Bige Lászlót. Szóval nem ugyanaz, hogy a Fidesz felépít egy milliárdost, vagy egy milliárdos támogat egy pártot. Nem. Azt mondta, hogy nem, mintha ez nagy leérvelés lett volna. Nem kérdezték vissza a telexesek? Minek voltak ott csak, hogy ezért tapsoljanak meg? Vagy társadalmi vitára alkalmat adó pontjai, hogyha nemzeti csoportokat hozunk előnybe külföldiekkel szemben, én ezt mindig vállalni fogom. Ez jó arány, csak hogyha már úgy van kírva a közbeszerzés, hogy csak a haver indulhat el, akkor utána mutogathatok arra, hogy hát magyarok nyerték a közbeszerzés, igen, de alapból csak a haverok jelentkezhettek rá, és azok a magyarok általában a haverok. Itt van a probléma, nem az, hogy magyarok nyerik, vagy sem, hanem az, hogy kik azok, akik így beleférnek. Aki megnyeri a választást, az mindent vitt, és mindent visz. Például az önök pénzét is. Simonka György helyi fideszes politikus ellen már évek óta nyomoznak. A vád szerint Simonka hazai és uniós pályázati pénzeket akart megszerezni jogellenesen. Hatalom meg a Fidesz adta lehetőségek, engedték őt erre a Ha meg a választók. Ti hibátok. Az, hogy a Fidesz lop, a ti hibátok. Egyszer nem választották volna, meg nem tudott volna semmit se csinálni. Azért aki hibát követel, annak magának is kell látni belátási képességgel. Ez egy hibát követek el. Hopp, megpróbáltam kidobni milliárdokat, nem sikerült. Bocs, hibáztam. Nekünk is megvannak a terheink, és megvannak a húzóink is. Ez ilyen világ, de ez mindenhol így van. Terhek, értsd a törvények. Mostanában azért durva fenyegetések érnek bennünket, lásd Fekete Győr Andrást. Tehát a Fekete Győrtől talán nem fosnám össze a gatyámat. Lezer János vagyona és költései gyakran kerültek a figyelem középpontjába. Legyen az egy 23 milliós fecánvadászat, egy Rolex karóra, egy luxus vadászkastély tulajdonrésze, vagy épp a 10 éves gyereke nevére vásárolt Schwab-hegyi lakás. Van itt, volt itt minden. Színes egyéniség vagyok. Bárcsak én is így tudnék ezen nevetni, mint ő. Hát volt, amikor kicsit kicsusszant itt a korrupció. Ha Márki Zaj a jelölt, Orbán Viktor a miniszterelnök. Amúgy nagyon remélem, hogy Márki Zaj lesz a jelölt. Szóval elégedett vigyort csak az, hogy letörölje azért. Már azért megérné. Megpróbálja az ellenzéki szavazókat meggyőzni, hogy ne a Márki Zajra, mert akkor nem lesz Orbán. Szóval ilyen fordított pszichológiát alkalmaz. Szerintem meg, hogyha Dobrev Klára lesz a jelölt, akkor biztos, hogy az Orbán megnyeri.
De egy Márki-Zaynál az a baj, hogy őt nem tudom, mivel fogják megfogni. És ezt pont a Puzsér mondta, amiben én sose gondoltam be, ugye mondtam, hogy egy-öt adás láttam, és ott erről beszélt, hogy a Márki-Zay ellen a Fidesz nem nagyon tud mozgósítani, mert egy volt fideszes, akit mindenbe beleállt eddig. Dobrev Klára ellen, Gyurcsány felesége ellen, hát engem elvesztene ott az ellenzék. Valószínűleg a vágott verzióban az sokat kivágok, nézzétek meg a teljes interjút. Telextől egyel többet vártam, mert azért elég keményen, fölöslegesen is hergelnek mostanában, fölösleges szót használnám, főleg a vírus meg a vakcinák, kínai vakcina ellen. Azért elég keményen neki mennek a kormánynak, és itt most meg nem éreztem azt, szóval annyira azért nem volt nagy bekérdezések, vagy csak tök mindegy volt, mert így is úgy is kitért volna a válasz elő, lehet, hogy ez van, de én azt mondom, hogy egyel rámenősebbek is lehettek volna. Kicsit elszomorított, és szerintem a Lázár azt hitte, hogy ezzel most belopja magát a szívünkbe, és nem biztos, hogy ez így sikerült. Hogy úgy mondjam, nem biztos, hogy ez sikerült neki. Crispy, yeah that boy Crispy, head to toe I'm gleaming, yeah I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo.